Zsoltárt, hogyha az Úr nem építi a házat.
Éppen ma támadt, az Úr Szűz Máriától született, az Úr, ami megváltunk. Itt fekszik a jászolban az Úr, csodálatos gyermek, az Úr, ami megváltunk. Oh,
képest Palestrina minden idők egyik legnagyobb mestere, akinek nagyon sok minden köszönhető, például az, hogy ő mentette meg az egyház zenét, akkor, amikor a zsinat éppen el akarta törölni, mert attól tartott, hogy a több szoromság az a mise rendjét felborítja, akkor a hívek nem a misére figyelnek, hanem a több szorom zenére. Ő bebizonyította, hogy egy gyönyörű misét vitt a zsinat elé, énekeseivel együtt természetesen, és így ő nyerte meg ezt a nagy küzdelmet. Jézus Rex Admirabilis. Egy latin verszakot énekelünk és egy magyart. A magyar így kezdődik majd. Légy velünk Jézus, el ne hagyj! Műveinek körülbelül 30-40%-a mindmáig lefordítatlan,
magyar nyelvre, mert annyiféle finomság van benne. Most viszont magyarul fogunk énekelni, és reméljük, hogy ez is tetszik. Sárga répa, zöld uborka, pum! Hová megyünk este, Pista, pum! Az Óvári nagy utcába, Székely néni udvarába, pum! Pumma, pumma, pum! Nézd ki, Pista, ablakodra, pum! És jött el az udvarodra, pum! Székely már egy köntösen, s a lengyel fiában rakösen, pumma, 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 pumma! Székely már egy köntösen, s a lengyel fiában rakösen, pumma, pumma, pumma! 13 esztendeje, kumma, kumma, hogy nem ült át az ölembe, kumma, kumma, most akartam egyet fogni, az is meg akart harapni, kumma, kumma, ember vagyok, de hiába, kumma, kumma, ember az én szívem tája, kumma, kumma, nincsen oda forgossága, csak rózsám a patikája, kumma, kumma, kumma. Haragusznak rám a lányok, pum! Azt gondolják, értük vágyok, pum! Pedig mit sem értük, arnék inkább ének vize gondni, kumma, kumma, pum! Hajnalodik, harmadozik, pum! Kordog is ajánlodozik, pum! A kisajba csak majd nem a könyve, a kisajba lehet, kumma, kumma, pum! Kumma, kumma, a kisajba csak úgy nevet, jaj, a kisajba lehet, kumma, kumma, pum! Árokban terem a sóska, kumma, kumma, három marha, nem nagy csorda, kumma, kumma, három marha, nem nagy csorda. Az asszony csak oldal borda, kumma, kumma, este jöttünk, reggel mentünk, kumma, kumma, mégis a kicsit jöttünk, kumma, kumma, fordítsátok, fordítsétek, még csak bennünk zeng a lélek, kumma, kumma, kumma. Egy nagyon híres költő
Szabó T. Anna azonban úgy emlékezik erre a mennyországra, mint aki valóban elvesztette azt a szerettét, akihez mindenféle tárgy és mindenféle emlék fűzte. Mi ezt a verset emléknek számjuk. Volt ugyanis egy olyan kolléganőnk, Porixén a Szekszárdon, aki mindig úgy készült a hangversenyeinkre, mindig ő intotta meg, mindig ragaszkodtunk hozzá, ő is hozzánk, Székelyföldre is elkísért bennünket, és csodálatos ember volt, és sajnáljuk, hogy már nem lehet köztünk. Így tehát, ahogy a költőnő írja, Szabó T. Anna, valóban nehéz megválni azoktól a megszokott mozdulatoktól, tárgyaktól, emlékektől, amelyek azokhoz az emberekhez fűzünk bennünket, akiket nagyon-nagyon szeretünk. A vers így hangzik. Nincsen nehezebb vágyni mosolyod, vágyni kezedet, vágyni tovatűn tested melegét, mert már sohasem, mert még nem elég. Volt csak ölelés, volt lett puhaság, nincs lesz, ami volt, nincs már ruha rád, nincs már ajakír, táska, se cipő, már csak ideben, már csak levegő. Jár, kibejár bennem meleget, szültél, maradok mindig te veled. Voltam kicsi lány, lettem a kapocs, élő hagyaték, én még maradok. Mindig elereszt, élni kitanul. Várlak, vársz rám, oda túl, egyszer, ami van, mind-mind odaszáll, bár a határ nem rím a halál, megtart, aki élt, lélek, nem anyag, édes anyafény, tűz lett, puhana, itt lesz, igen, itt, víz lett, levegő, élni, ha segít, mind ő, bizony ő, földről felemel, formál, alakít, felnéz, akit óv, s nem fél, csupa hit, felnéz, akit óv, nem fél, csupa hit. Thank you.
Biblia juthat eszünkbe, hiszen
Jézus hányszor kérdezte azt az embert, akit meg akar gyógyítani, hogy akarod-e, hogy meggyógyítsalak. Aztán volt másik akarom is, amikor a Jézus által kimondott akarom inkább szerint kérem, kérlek szóvá változott. Így kell tekinteni ezt a reményik verset, akarom. Szándék egyszer csak megjelenik az életünkben, és akkor mi azt mondjuk gyarló emberi szóval, hogy boldog vagyok. Hát, mert boldogság, hogy a szívem ilyenkor emelkedik, akkor legyen így, és ezt kívánjuk valamennyiüknek. Amen.
fegyverek, és különösen féltjük a kárpátaljai magyar testvéreinket, akik bizony-bizony sokszor kerültek már olyan harcokba, amelyekre nem volt közük, és nem kedvesek az ott élők előtt, és azért csak a magyarokat teszik mindig az első vonalba, a tűzvonalba. De ez régen is így volt. Mi magyarok mindig így jártunk. Valamikor 1594-ben Esztergom ostrománál hiába volt ott a római hadsereg, hiába volt a német hadsereg, de azért csak a magyarokat tolták előre, hogy ők kapják az első sebeket. Ekkor halt meg Balassi Bálint is. Egy nagyon erős hágygolyó okozta serb miatt hallgatott 3 napig. És végig mi történik, egy német jegyző, amikor végigment és összeírta az elhunytak listáját, akkor Balassi zsebéből kiesett egy kis lakásszéle fületecske, amelyekben a versei voltak. És a német ugye nem nagyon tudott magyarul, mégis rásütötte a bélyeget erre a Balassi Bálintra, hogy nem, itt van egy istentelen magyar. Most azért imádkozunk, hogy oda át a határon túl is őrizze meg Isten a mi magyarjainkat, és egyáltalán hozzon el békét az egész világra. Nem csak most karácsonykor, hanem máskor is. Boldog asszony, kérve kérünk, szállt meg a nemzetet, te népedet. Nagy bajra így kiállt föl hozzád, mint az ország, mutasd meg arcád, Atyaisten lánya, annyi már békességet kérve kér a nép, kit a gond, kit a bánat véget vér, ne tekintsd ezernyi súlyos bűnét, kér a nép. Kér ez a bűző ország föl kiáltva hozzád, szálld meg ezt a szegény népet, hagyd neki békét kérve kér a nép, kit a gond, Oh,
egy amerikai fiatalembernek a szerzeménye, Johnson nevű. Ahol szeretet és egyetértés van, ott jelen van Isten. Örüljünk és örvendezzünk, mert Krisztus szeretete egyesített bennünket. Mindenkinek nagyon áldott adventet, még tovább, és nagyon boldog karácsonyt kívánok, és új élet természetesen. Isten a kezében.